How long you stay here? 5 days. In Bangkok? After Bangkok, where you go? Home. Budapest. Eddig bírtam, komolyan mondom. Egy parkban vagyunk, ahol ilyen nagyon beteg szobrok vannak, és most konkrétan a hátunk mögött lévő gigantikus fej szem gödréből ki és be jön egy-egy csille. Tehát mi történik? Felváltva jönnek, mennek le ezek a szobrok. Ez kinek az agyszüleménye? Ezt ki találta ki? Annyira szürreális dolgok történnek itt, de annyira, hogy konkrétan nem találom a szavakat, vagy nem mindig. Nem nagyon volt időm körbejárni a parkot, csak a kollégáim meséltek róla, hogy mindenféle beteg szobor, de tényleg szó szerint beteges szobor található benne. Hát itt a kijáratnál azért kaptam ebből egy kis ízelítőt, ezeket most végül is megmutatom. A feleség, gondolom egy ilyen komolyabb vita hevében, kinyomja aranyosan a férjének a szemgolyóját. Nem tudom pontosan, hogy a művész mit szeretett volna megfogalmazni ezzel az alkotással, de elég kifejezőre sikerült. Csak hogy kiegyenlítettek legyenek a viszonyok, itt a férj az, aki a vita hevében egy baltát állít a felesége fejébe, agyába, és kedvesen fröcsköl közben a vér. Lehet, hogy ez nem is balta, de ez egy balta, csak mindez egy ilyen gusztustalan zöld tető alatt. Két görnyedő idős párocska, ők kedvesen, kissé félmeztelenül haladnak előre az úton. Nagyon-nagyon csúnya kelések vannak a bácsinak a karján, meg itt a mellkasánál is. A bácsinak a teste, vagy ez egy néni, és már eléggé szürke a szája is, úgyhogy kicsit beteg. Itt a békák állnak aranyosan, ez még így egész jó. Itt a madárkák, ez is még oké. Tehát itt ketté vágva ez a ember kilóga bele. Az úr nagyon dühös magára, ezért baltát állít az arcába. Itt is a bácsi nagyon-nagyon mérges, ezért harakirit követel, hasába szúrta a kését. Ő itt éppen mérget készül inni. Ezt abból gondolom, hogy pókmászik a telefonomon, hogy itt van ugye a halálfej, ezen a kis üvegcsén, amit a kezében tart. Az úr egy lánccal készül megfojtani saját magát. Hölgy kitépte a saját beleit, ezek itt kifolytak, kifolyt a vér, de azért az arca még egészen békés, mosolygós. Itt a hölgy megeszi a saját magzatát, vagy a száján át szüli meg. Ez a másik magyarázatom lehetséges. Hölgy pisztolyt tart a fejéhez éppen. Amikor először beléptünk, azt gondoltam, hogy a gyerekek igazából lejöttek volna megnézni ezt a fantasztikus parkot, sokszínes szoborral, meg mindennel, de kicsit átértékelve a dolgot, azt hiszem, hogy nem olyan nagy baj, hogy ezt most kihagyták. Érdekes hely ez az Ázsia. Na hát, így tudsz repülni? Hát, ez szuper. Ez nem csak gyereknek van? Látom! Te is tudsz ilyen? Gyere, most megtanultam! Gyere, bogaram! Itt bizony űr van. Hol vagy, Mici? Gyere, Vencu!
együtt? Bencivel? Hoppá! Nézd, azt csinálom, sőt, le is videózom. Szevasztok! El vagy kapva. Jaj, jaj, te! Külön a lelkünkre kötötték, ott a kocsi tetején is ugribugriznak. Hogy ne hozzunk magunkkal semmilyen zacskót, üdítőt, csokit, mogyorót, vagy bármilyen más egyéb ételt, mert nagyon-nagyon erőszakosak. És lehet kicsit leütögetni. Én nem állítom, hogy nagyon szívesen venném, hogyha egy majom most itt rám ugrana. Szerintem a Mici és a Venci is megijedne, hogyha itt lennének. Valószínűleg nem hiszem, hogy örülnének neki, hogyha ilyen nagyon nagy lendülettel odaugrabugrálna hozzájuk egy kis majom, de az is lehet, hogy imádnak és szeretnék őket megsimogatni, csak nem tudom, az így mit von maga után, mi történik akkor, ha legugolsz egy kis majomhoz, elkezded esetleg megsimogatni, és akkor utána oda jön még 20 másik. Azért az ijesztő is tud lenni, azért ők mégiscsak vadállatok, bár ez tény, hogy nagyon kis békések. Itt például lehet látni, hogy itt ilyen békésen üldögélnek a tető alatt. Na vajon az én kis majmócáim hol vannak? Már nagyon rég nem láttam őket. Az én kis majmócáim Bangkokban vannak. Remélem, hogy jól érzik magukat. Most már én is jövök nem sokára. Ki nevettél? Nem nevettelek ki. De ki nevettél? Viszont ne táncolj ott azon. Nézd már rajta, hova mondta, ez a garázsol. Aha. Ki? Megjelhetünk? Szerintem igen. Igen, kemény. Nagyon jó. Hol vagyunk, Mici? Elmondanád a kamerának? Nem tudom. Na, milyen étteremben vagyunk? Ahol mi sütjük. De most mikor jönnek már a sütjük? De ha most hogy fogunk már sütjük? Oda nézd, csak itt ég a tű, milyen szkor a víz.
amikor itt megfőtt, akkor utána mindenki vesz magának, és azt megesz. Jó? Azt oda bele. Most lerakja, mert megjött a nagy zöldséghal is. Ó, nice. Oké. Okay. Én a rákot akarom belekenni. Azt mit szeretek bele? Rá? Igen, én is kell tudni. Tessék. Ez az. Jó? Ennyi. Yeah, we cook everything, whatever happens. Nice. Ma! Finom? Hát ezt meg lehet főzni? Nem tudom. De tedd bele, egyet próbáljunk ki, baj nem lehet belőle. Legalább egy kicsit úgy érzed, mint a főzni a Gizuska. Nem főztél egy hónapja. Most el is felejtem. Tetszett? Mi?